A keletpesti tankerületi központ augusztus 29-én tartotta tanévnyitó ünnepségét a kőbányai Kró György Zene és Képzőművészeti Iskola dísztermében. Az eseményen a 2019-2020-as tanévhez kapcsolódó legfontosabb változtatásokról és fejlesztésekről esett szó. A rendezvényen részt vett dr. Fekete Ildikó tankerületi igazgató, valamint a 10. kerület polgármestere és alpolgármesterei, továbbá a meghívott oktatási intézmények vezetői. A kőbányai Kró György Zeneiskola művész tanárainak zongorajátéka nyitotta meg a keletpesti tankerületi központ 2019-2020-as tanévének nyitó értekezletét. Az eseményen jelen volt D. Kovács Róbert, a 10. kerület polgármestere, illetve Kőbánya két alpolgármestere, Radványi Gábor és Weber Tibor is. A városvezető köszöntő beszédében utalt rá, hogy a helyi szinten működő intézmények továbbra is számíthatnak az önkormányzat segítségére, szakmai programok, illetve szociális támogatások tekintetében egyaránt. Dr. Fekete Ildikó, a keletpesti tankerületi központ igazgatója elmondta, az elmúlt tanévet az élménypedagógia határozta meg, az idei esztendőnek pedig a fenntarthatóság lesz a kulcsfogalma. A rendezvény keretében a tisztségükben megerősített, valamint az újonnan megválasztott iskolai igazgatókat is köszöntötte, majd egy 17. kerületi oktatási intézményt érintő átszervezésre is felhívta a figyelmet. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolának egy új telephelye lett a Liget soron. Ez minden Rákos mentén élő állampolgárnak nagyon fontos, és ez egy nagyon szép villa volt, ami méltatlan állapotba került, és így az iskola, a szülői közösség és a tankerület az önkormányzat támogatásával is ezt az épületet megújította és az oktatás körébe bevonta. A keletpesti tankerületi központ karbantartási munkálatokat és átalakításokat végzett a 10. és 17. kerületi tanintézetekben. Ezekre pedig összességében közel 60 millió forintot fordított. Hamarosan befejeződik egy nagy horderejű beruházás a Szabadság Sugár úti általános iskolában is. A Klebersberg központ, Rákosmente önkormányzata és a keletpesti tankerület közös támogatásával megvalósuló projekt részleteit szintén dr. Fekete Ildikó ismertette. Volt egy olyan iskolánk, a Szabadság Sugár úti általános iskola, amelynek még ebédlője, étkezője se volt, és szükségtanteremben tanultak a gyerekek, amelyhez nem tartozott mosdó. Itt egy nagyon komoly támogatást sikerült elnyerni, és ezzel ennek az iskolának ezek bizonyos részeit most újítjuk fel. Az esemény állófogadással zárult, amely során dr. Fekete Ildikó megköszönte azt az intenzív kommunikációra épülő együttműködést, amely a keletpesti tankerületi központ, a helyhatóság és a kormányhivatalok között működik.